Nagy üzem a Continental Arénában. A küzdőtéren több kézilabdapályán zajlanak a meccsek, az ügyességi pályákon pedig az éppen mesnyéklői gyerekek végzik a gyakorlatokat. A Magyar Kézilabda Szövetség 10 éve indította el a kezdődobás programot, amelynek célja az, hogy minél többen megismerjék a sportágat, és a legtehetségesebbek a lehető legtovább jussanak el. Mindig szeretünk nagyon komoly szakmai színvonalat nyújtani egyébként a gyerekeknek. Ez az első benyomásuk a sportágunkról, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek. Igyekszünk oda kötni őket a sportághoz. És hát van bennünk azért egy olyan, nem is kell nagyot álmodnunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy itt van a leendő válogatott, aki majd erősíti a magyar válogatottat, hiszen megyünk nagyon sok sportolót ad akár a legmagasabb szintre is, a válogatottakba, gondoljunk Kulcsár Anitára, vagy gondoljunk Harsanyi Gergőre, vagy a mostani Máté Dominikra. A mérkőzéseken nem számolják a gólokat, az edzők a játékosságra, a képességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Az nagyon jó, hogy nem számolják az eredményt. Én koromból kifolyólag már nagyon-nagyon rég foglalkozom szivacs kézilabdával. Mikor számolták az eredményt és jó helyezést is értünk el, nekem az nem tetszett, hogy az edzők akkor nagyon teljesítményorientáltak voltak, meg a szülők. A szülő kiabált, az edző tombolt. És így, hogy ez nincs, ez nagyon-nagyon jó. Mivel motiváljuk? A gyerek nagyon szereti a labdát. Én testnevelő vagyok 39 éve. Órán is mindenhol a gyerek nagyon szereti a labdát, ezt csak ki kell használni. Nagyon ügyesen meg tudják tanulni a szabályokat. Ezzel lehet, a játékosságukkal lehet ilyenkor motiválni. Nagyon szeretnek. Ha nem játszunk, akkor mindig az a baj, miért nem játszunk, de természetesen ebben a korosztályban az a legfontosabb, hogy a képességeket fejlesszük. Kisvárdáról két csapat is érkezett a tornára. A város NB1-es női csapata motivációt jelenthet a kézilabdát választó lányok számára. Decemberben kezdtük mi a munkát a lányokkal. Pedagógus mi voltam, miatt a gyerekek mindig is közel álltak hozzám. Igaz, hogy felnőtt csapatnál dolgozok a Kisvárdánál, de a gyerekektől nagyon nehéz elszakadni, és ezért is gondoltam, hogy akkor a Kisvárdán egy kis gyerekcsapatot, hát majdnem azt mondom, hogy szabad időmben, de igazság szerint a fennmaradó időmben el tudtam vállalni, és a gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni, és ez feltölt engem a mindennapokra. A kezdődobás program idei harmadik vármegyei tornáját májusban rendezik meg, szintén Nyíregyházán is Fehérgyarmaton.